Tisztelt Ház, ami leginkább kiábrándító ezen előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a zárószavazás előtti módosítók igazán orvosolhatnák azt, amiről mi itt beszélünk. Orvosolhatnák azt a problémát, ami jelen pillanatban fennáll, hogy a kormányzat nem akar sok emberen segíteni. Jobbára a szegény sorban élő, vidéki kistérségekben élő, nagyon sok gyermekes családokat és a szociálisan rászorultakat pécézte ki. Ezzel semmi baj nincsen. Rajtuk kell leginkább segíteni. De a probléma az, hogy van mellettük még pár százezer devizahiteles, aki ugyancsak segítségre szorul. Önök erről azonban, mintha tudomást sem vennének. Mi van például azzal a tisztességesen dolgozó családdal, ahol egy gyermek már van, a másik az édesanyja szíve alatt van. Most egy egyszerű módosító indítvánnyal számukra is elérhetővé lehetett volna tenni az eszközkezelő koncepcióját. Semmi nem történt ezzel kapcsolatban. Mi van a legvérlázítóbb és egyszerűen förtelmes kikötéssel, ami ebben az előterjesztésben van, miszerint ahhoz, hogy valaki az eszközkezelőt igénybe vehesse, tehát segítséget kaphasson, lényegében a banknak a hozzájárulása szükséges. Tehát a rablótól várjuk azt, hogy a saját büntetési tételét kiszabja. Miért nem lehetett ezt akár az utolsó pillanatban rendbe tenni? Nem csak azért kellett volna, mert mi itt elmondtuk ezt a vitaszakaszokban, körülbelül 15-ször és 16-szor is elmondjuk, mert ezért vagyunk itt, hanem pusztán a tisztesség okán is, de az észszerűség okán is ehhez hozzá kellett volna nyúlni. A probléma, hogy nekünk most tippelgetnünk kell, hogy önök miért nem orvosolják ezt a problémát. Az első tippem az pedig az IMF-fel kapcsolatos megállapodások. Mit ígértek önök az IMF-nek? Mit ígértek a nemzetközi gyeplőért cserébe megint? Nem véletlenül azt, hogy adott esetben nem szélesítik a devizahitelesek számára segítségül szolgáló csomagokat, dehogy nem. Erről még nyilatkoztak is, mint hogy arról is nyilatkozott az önök nemzetgazdasági minisztere, tehát hajlandóak a különadókat, a bankadót áttárgyalni, esetleg egy kicsit hamarabb megszüntetni, pusztán azért, hogy a nemzetközi szervezetnek ezt tetszen. Lehet ezen mosolyogni, már persze azok mosolyognak, akik ide figyelnek, és ez még egy pozitívabb státusz ahhoz képest, akik olvasgatnak vagy interneteznek, de ez mégis egy olyan kérdéskör, ami által több százezer magyar családon segíthetnének, és nem teszik. Miért nem teszik? Hát erre a kérdésre illene válaszolni, természetesen ebbe a vitába se fognak részt venni, de hogyha tisztességesen kormányoznának, a tisztességes emberek módjára viselkednének, azonnal hozzálátnának a nemzeti eszközkezelő hatáskörének a szélesítéséhez, azonnal elérhetővé tennék mondjuk az egygyermekesek számára is, elérhetővé tennék az úgynevezett szociálisan nem rászorult emberek számára is, tehát igenis legalább tízezreket, adott esetben pedig százezer embert is meg lehetne célozni vele, az nem kifogás, és nem lehet kifogás, hogy a költségvetésben nincs elég pénz rá. Az az 5-6 milliárd forint, amit erre a célra elkülönítettek, ugyanis eltörpül az önök nemzetközi szolgáltatásai, szolgálatai mellett. Az államadósság erőltetett menetű törlesztésére 1150 milliárdjuk van elkülönítve. Nem akarom végig sorolni a példákat, hogy kormányzati kommunikációra, és az amúgy nagyon fontos futballstadionokra mennyit költenek, de az úgynevezett cigány integrációs programok kereteiben is a következő években 120 milliárdot el fognak verni. A devizahitelesekre pedig ez az 5-6 milliárd jut. Ez egy szegénységi bizonyítvány, hogyha lenne önökben egy kis önérzet, akkor még most, az utolsó pillanatban változtattak volna ezen. Ha pedig nincs, mint ahogy látszik, hogy nincsen, akkor legalább gondolkozzanak el az eszközkezelő hatáskörének kiszélesítésének az útjain lehetőségein. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.